vagyunk az állat- és növénykertben, és itt áll mellettem Csányi Sándor. Minek az apropójából vagyunk itt, hiszen ha jól tudom, örökbe fogadtak egy pelikán. Hát ennek az apropójából. Tulajdonképpen az örökbefogadás is onnan jött, hogy játszok a Tanú című előadást a Táliába, és beugrott Pindrok Csaba és Szabó Győző ebbe az előadásba. És ennek tulajdonképpen a tiszteletére vagy örömére találtuk ki azt, hogy akkor fogadjunk örökbe egy perikánt, nevezzük el Józsefnek, mint ahogy a darabban is Perikán Józsefnek hívják, és ennek legyen egy, tehát ezt az alkalmat ünnepeljük most itt tulajdonképpen. Nagyon izgalmas dolog lett ebből az előadásból, ez egy nagyon jó előadás volt régen, és a Cserhalmi György játszotta a Pindrok Csabi szerepét, és a Schmidt Zoli a Szabó Győzőjét. Ezzel, hogy így fiatalítottunk, tehát a Cserhalmi György helyett a Csabi játsza, tulajdonképpen fura volt, hogy egyszer csak a közönség is így visszafiatalodott. Tehát, hogy elkezdtek nyilván a Csabi miatt jönni fiatalabb nézők, és ez egy nagyon nagy élmény így, hogy így játszom ezt az előadást, hogy ami egyébként is arra ment rá, hogy milyen ennek a darabnak a humora, tehát azon keresztül lehet azt érzem megfogni a nézőket. Tehát azt hiszem, hogy nem a politika érdekel ebbe senkit, hanem ennek az egész helyzetnek az abszurditása, és azt maga Csabi nagyon-nagyon jól megfogta, és most elkezdett egy egészen másik irányba menni az előadás, és egy nagyon-nagyon jó ívet fogom most azt érzem, és nagyon jó a jegyeladások is, és nagyon jó, hogy a nézőknek a javarésze az egyre fiatalodik. Most, ha jól tudom, ez egy 1969-es film. Mi lehetett a sikerének titka, hogy még mai napig most színpadon ilyen jól játsszák? Hát ez tulajdonképpen ez az első feldolgozás, nem játszották még színpadon. Maga a mű az, hogy örületesen vicces ez a helyzet, hogy van egy korrupt hatalom, és van egy nagyon naív kisember, akit megpróbálnak rávenni arról, hogy hamist tanúzzon a barátja ellen, és megpróbálnak ilyen virágnyelven beszélni vele, hogy megértse, és az egyáltalán nem ért semmit az ég egyet a világon. Tehát tulajdonképpen ugyanerre a mintára készült a Schweik, hogy maga a Mr. Bean, amikor megérkezik egy olyan ember a helyzetbe, aki egyáltalán nem tudott kiigazodni, és nem érti, hogy rengeteg ilyen kémfilm volt, amikor összekevernek, bekerül egy civil ember, és azt hiszik, hogy ő kém, és bármit csinál, azt gondolják, hogy azt azért csinálja, mert jobban átlátja a helyzetet. Tehát ebből a félreértésből van, hogy ő bekerül, és tulajdonképpen nem ért, hogy mi történik körülötte, és ő rettenetesen tisztességes, és azt gondolja, hogy nyilván mindenki tisztességes körülötte, és tulajdonképpen magának a félreértésnek ez az alapja, hogy a néző ezt látja, hogy mindenki meg akarja vezetni ezt az embert, ő meg rettenetesen hisz benne. De hát tulajdonképpen itt azért tényleg vannak egészen komoly mondatok, amik tényleg szállóigévé váltak, hogy az élet nem habos torta, hogy a nemzetközi helyzet fokozódik, hogy amikor narancsot próbálnak termeszteni, és megeszi a primadonna a narancs tiszteletére tartott, most ebben nem fogok kérni ebből a mondatból, szóval hogy a narancs termesztenek egy darab narancsot, és ezt csinálnak egy ünnepséget, erre hívnak egy primadonnát, hogy énekeljen, és ő mellett közben megeszi ezt az egy szem narancsot, és gondolják, hogy na most akkor vége a világnak, és ez csak a virágjelvtárs elővesz egy citromot, hogy adják oda azt Básti elvtársnak, aki ezt meg fogja kóstolni, és megkóstolja, és akkor megkérdezi, mi ez? És mondja pedig, hogy hát narancs. Hogy narancs? Hát kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk. És ez is egy olyan mondat, amit, hogyha valaki nem is látta a filmet, azért azt gondolja, hogy ez már úgy visszacseng vagy ismerős. Tulajdonképpen maga az újság is, szerintem a magyar narancs is erre utal. Tehát, hogy nagyon benne van a közéletben, meg a köznyelvben ez a film. És tényleg az volt a szándék, hogy igyekezzünk ebből minél viccesebbet és minél inkább fiataloknak szóló történetet csinálni. Sándor, köszönjük szépen! Köszönjük szépen.